Nem akarok menni, ne már srácok, nem hiszem, mert miért kell mindig rám kényszeríteni olyan dolgot, amiket nem akarok, menned kell, nem akarok menni, de hallod, legalább, hogyha mennem kell, akkor megtanít, hogy nem ütögetsz egy gyémánt karda, nem, már oda kell bemennem. Állok erre készen, figyelj, nem én vagyok az, akinek ezt meg kell, jó, megyek, oké. Most be kell ebbe szállnom, muszáj, figyelj, nem lehetne, hogy valaki mást, te vagy a kiválasztott, aha, jó, rendben, oké, mindegy, ajaj, amúgy nem tudok beleszállni se, jó, tessék, beszálltam most, ajaj, jó, megyek, jaj, másik irányba megyek, várjál, ez jó volt, jó. Megyek, szia, hello, köszi szépen, meg mind... Ne lövöldöz. Jó, oké. Srácok, ti nem tudtok semmiről, mindegy. Annyi a lényeg, hogy elvileg én vagyok valami kiválasztott féle. Szóval, konkrétan nekem kell valami küldetéseket megcsinálnom. Kiválasztott ez a falusi, aki amúgy nem tudom, hogy ki. Hogy meg kell csinálnom úgymond egy ilyen... küldetés féleséget a Minecraftban, mert hogy én vagyok valami kiválasztott. Na jó, kezdjük bele és próbáljuk meg akkor legalább minél gyorsabban végigvinni, de amúgy visszafelé ott láttam, így is van, láttam errefele egy kis piros gyapjút, itt meg is nézzük, hogy vajon lesz-e itt amúgy cucc, de jó, hogy amúgy alig bírom kiütni, aha, nagyon jól gondoltam, oké, megkaptuk a gyémánt gatyára elegendő gyémántot, nagyon jó. Oké, itt is van valami piros gyapjú, itt egy crafting table, jó. Akkor gyors lekraftoljuk a gyémántnadrágot, és a másik oldalon is így is van, ott volt a piros gyapjú, és itt pedig, aha, itt egy könyv, és a gyémánt sapkára elegendő cucc. Na nézzük, ti püss ki a barkács asztalt, és vidd magaddal, hidd el a későbbiek során lehetséges, hogy szükséged lesz rá, szükséged kalandor, aha. Oké, rendben van, akkor még gyors lekraftoljuk a... sapkánkat, és akkor ugye megyünk tovább. Amúgy, srácok, amint hallhatjátok, új, más hangom van. Szóval igazából ez annyit jelent, hogy megjött ugye a új mikrofonom, amit nemrég rendeltem, ez egy Aula mikrofon, és ja, remélem, hogy tetszik igazából, és hogy kicsikét jobb hangom lesz, és kicsikét talán élvezhetőbbek lesznek a videók. Akkor menjünk is tovább, és ahogy látom, egyből egy jó kis falmászással kezdődik, idáig nem néz ki túlságosan nehéznek, amúgy srácok, hogyha esetleg drukkoltok nekem, vagy szeretnétek úgymond, hogy legyen még ilyesmiféle videó, vagy csak szimplán tetszik ez a videó, akkor dobjatok légy szíves egy lájkot erre a videóra, hát ja, légy szíves, nagyon szépen megköszönöm, nos, menjünk is tovább, egyből kiszúrja a szememet srácok a piros gyapjú, hát ja, ezeket azért jó dolog így észben tartani, hogy ezeket gyűjteni kell, mert gondolom, hogy a végén még ennek azért hasznát fogjuk venni, meg is kaptuk a gyémánt csizmákra elegendő gyémántot, nagyon jó, akkor kiütjük a crafting table-t, és gyorsan menjünk is tovább, ideig még nem nagyon tűnik azért nehéznek, ilyen kis apró küldetések, jó, most ezt elsiettem, azért estem, csak, jaj, le, oké, jó, amúgy látjátok, instant kibírnám vinni, nagyon jó, ott egy chest, azt mindjárt megnézem, hogy abba mi is van, egy szökkenő szérum, aha, értem, jó, oké, megismerem, hogy hol kell menni, ott a tetőn, ott biztos, hogy cucc lesz, ugyanúgy, így is van, ott van fenn ugye át ilyen cucc, és itt van a létre, ahova nekem fel kell ezzel, gondolom, ugranom, jó, akkor nézzük is meg, hogy mi lesz vajon itt a tetőn, és gondolom, hogy így is van, itt is itt van egy chest, és ebben megkaptuk a gyémánt kardot, na, egész jól alakulunk, nagyon király, másik egy gyémánt melvért kell, és megvagyunk a full diaszettel, ez pedig egy labirintusnak tűnik, jajaj, hú, de utálom a labirintusokat, a legrosszabb dolog amúgy, amit így kibírnak találni egyáltalán így ezekben az akadályokban, na mi az? Oké, erre kell menni, ahogy látom, jó, egész jól megy amúgy idáig. Jó, itt nem nagyon látok semmit, itt elmegyünk balra, előre, semmi. Jó, megleszünk, amúgy annyira nem tűnik talán nehéznek, egészen jól haladok ahhoz kép, ki is vittem, lol. Na, nagyon gyorsan kibírtam venni, srácok, nagyon király, és ott van a falusi. Ott van a falusi, aki lelökött minket, nem tudom, hogy ért ide ilyen gyorsan. Aha, értem. Ne! Ajaj, az majdnem eltalált, hallott, felgyújtod az egész akadályt, meg minden, ez is beletartozik a kihívásokba, vagy nem, aha, oké, el is oltja. Jól van, folytassuk akkor a kihívást, ajaj,
Remélem, nem fogok itt leesni. Jó, oké, mehetünk tovább. Nagyon király, és itt balra, aha, arra is van valami. Jó, elnézünk arra, hogy ott akkor mit találunk. Hát, ha valami fontos dolgot. Oké, ott a chest. Jó, ezt megnézzük. Aha, és itt van a gyémánt mellett. Jó, ezt gyors lekraftoljuk. Meg kaptunk még ópiumát is. Nagyon király. Ajaj, leraktam a crafting table-t, jó. Na, gyors raftoljuk le a gyémánt mellvértet, nagyon jó. És jó, igazából még magamban hozom, nem tudom, hogy még lesz-e bármi haszna a crafting table-nek, majd... Ne! Ne szívas! Most komoly! Aj, Istenem, srácok, bocsi, véletlen volt, leestem, jó. Nem baj, gyors, kivisszük újból. Ez most az én hibám volt. Nem baj, így is amúgy kb. Elsőre kibírtuk finni szinte az egészet, szóval azért eléggé király volt, mondjuk... Ne! Ojaj, az mellettem ment el kb. Így teljesen. Ne! Ne már! Annyira, oh, ne már! Elsőre kivittem az előbb, most meg csak bum, lesétált még egyenesen, de jó. Na mindegy, gyerünk. Jó, oké, megvan, jó, menjünk. Ne sebezz, légy szíves, kedves falusi. Jajaj, most jön a helyze, most jön a neheze, megvan, jó, megcsináltuk, oké, királyok vagyunk, kibírtuk vinni, nem tudom, másodjára, harmadjára, jó, harmadjára. Hello, falusi, na, mi a helyzet, kuka, mi a helyzet, most itt mi van, vagy mit kéne csinálnom? Srácok, eléggé bogorván nézott a falusi gyémánt szedbe, hát itt vagy, kalandor, üdv, szia, hello, már találkoztunk. Nem azért kérdem, de van egy olyan érzésem, hogy PvP-znem kell veled, amivel diaset van rajtad. Uha, méregpotik. Na, ezeket akkor már kilopom. Figyelj, kiülök egy 1v1-re. Aha, értem. Azt hittem, hogy ez a kihívás közé tartozik, nem csak úgy random kihívsz, de mindegy. Jó. Figyelj, én elfogadom azt az 1v1-et, nem tudom, hogy vagy vele. Ha te nyersz, akkor lesz jutalmad. Aha. Oké, rendben, mi lesz a jutalmam, amúgy így előre megkérdezve, hogyha már így megemlítetted. Kíváncsi vagyok, hogy mit fogok kapni, hogy megéri egyetlen veled kiállni, vagy amúgy fura nem, meghozza a láda tartalmát. Ó, aha, oké, ezt az egészet meg fogjuk kapni. Van sok gyémánt blokk, van sok langrubut, van sok potis cucc, CD, jó, rendben, elfogadom a kihívást, gyere! Várjál, ott még vannak cuccok, amúgy mi van, hogyha én ezt így, haha. Lol, nem hatam, de hatam éreg. Na mi az? Na három, oké. Okay. Mehet mindjárt, gyerünk. Jaj, csóró, halljátok. Jó, ez amúgy csalásnak minősül, nem dobálok rád. Na, menjen, gyerünk. Go, oké, okay. Menjen. Mehet amúgy, vagy nem tudom, így nem nagyon PvP-zel. Oké, okay, menjen, ajaj, jó, ott vannak zombik, de ahogy látom, a gólemeket spawnolódtak, jó. Ütünk el nagyon srácok amúgy, mert kicsikét előnyben van, mondjuk igazából méreg van. Ajaj, oké, okay, leszvannolt még több zombit. Nem azért mondom, kedves falusi barátom, amúgy téged is támadnak. Haha, na mi az, számolnak a zombiaid? Jó, vannak skeletonok is, ezeket is nem baj. Ezeket gyors lecsapjuk, ezek úgyis gyengék, ezekkel nem kell, vagy ettől nem nagyon kell félni. Na! Gyerünk, falusi, ne izélje te is úgy, mint a többi karakter, hogy elkezdesz itt izélni, leszanolni mindenféle cuccokat, mobokat, meg nem tudom miket, harcolj inkább te ellenem, ne kelljen itt izélni, ne kelljen itt tovább szenvedni, csak nem, hogy megüssük a Iron Golemet, mert akkor meg fog minket támadni, jó, oké, okay, majdnem meghaltunk, amúgy már csak 3 HP-n volt. Na jó, küzdjük le, mutassuk meg, hogy kik vagyunk, srácok, minket nem győzhette senki, ja, amúgy annyit el akarok mondani, hogy ugye ígértem nektek, hogy holnap ugye, vagy ugye ma kellett volna lenni a nagy csatornámon egy különleges videónak, legalábbis azt ígértem nektek, de nagyon-nagyon megsúsztunk, mert rengeteg időt vett úgymond az igénybe, szóval ehelyett most lesz majd a mai napon a nagy csatornámon egy live, és majd a különleges videót majd egy kicsikét majd később fogjuk kirakni. Na de, térjünk vissza a csatás témákra. Ezeket a izéket nem tudom miért spannolod le, amúgy nem tudom miért nem te PvP-zel ellenem. Miért mindig ez van, hogy le kell mi a másokat spannolod, akik ellenem küzdenek, és te nem vagy hajlandó ellenem normálisan kiállni, tudod mit, gyere ide. Tessék, te is kapsz a méregből, elegem van belőled. Te csak izékkel tudsz engem támadni, csak a mobjaiddal, meg ilyenekkel, gyere inkább normálisan küzdeni, gyere! Üssük, gyerünk, én megölöm, srácok, nem fogok itt szenvedni ezzel. Hát elegem van, itt izé rám küldi a alkalmazottjait, meg ilyeneket. Meg fogsz halni, falusi, véged van, itt a vége, beszorítottuk, üssük, gyerünk! Üssük, ahogy csak tudjuk, gyerünk, ne már, itt a... Mi az inda, nem bírom ütni, na! Üssük, szorítsuk be tovább a sarokba is. Ez az! Meghalt. Easy, ennyi volt. Na mi az most ilyenkor? Visszajön, vagy gratulál, vagy valami? Jó, enyém a cucca amúgy legalább. Királyság, megkaptuk a cuccokat. Van egy csomó cuccunk. Jó, amit nem kell, mondjuk ezt lerakjuk.
Nagyon jó, még kiveszem ezeket, nem tudom én mi kell nekem. Jó, hello, hello, szia, welcome back, meg üdv újra, meg minden, szia. Mizu Falusi, nyertem, valami gratulációt azért elvárok? Hát, gratulálok, nyertél, így van, nyertem. Köszönöm szépen, tudom azért eléggé jó PvP-s voltál, de hát a nézőim ugye lájkoltak engem, aztán tudjátok, hát amikor lájkolnak engem a nézők és nekem drukkolnak, olyankor verhetetlen vagyok. Na hát, Falusi, nem tudom, hogy vagy vele, elég jó kis csata volt, ügyes vagy, kösz szépen. Nem tudom, hogy vagy vele, de kivittük igazából a küldetést, és le tudtuk verni ezt a falusi srácot is 1v1-be, ami azért eléggé király és eléggé, ja, jó volt. Tényleg az egészet, megkapod az egyik őrömet is. Na, király, enyém az egyik őr is, meg minden. Hát jó, igazából köszi az 1v1-et, meg köszi a kihívást, meg mindent. És srácok, legközelebb akkor találkozunk a következő videóban. Hogyha tetszett, ugye, akkor csapostok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra. Nyomjatok meg a csengőt, csekkedjetek le a többi csatornámat, ott van a leírásban, blablabla. Na, és köszönöm szépen az 50 000 subot a nagy csatimon, de ezt majd a live-on majd elmondom sokszor. Szóval, ja, sziasztok!